Messze van a Nyíregyházi kaszárnya címmel tartottak hat történelmi konferenciát Nyíregyházán. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, a rendezvény fővédnöke előadásában a honvédelmi és haderőfejlesztési programmal kapcsolatban elmondta, a fejlesztések a haza és polgárainak védelmét szolgálják, hiszen ez a katonák feladata. A tárcavezető a honvédelmi és haderőfejlesztési programmal kapcsolatban rámutatott, ütőképes, korszerű, a 21. század kihívásainak is megfelelő haderő felépítése a cél. Ennek mentén kezdtük meg a haderőfejlesztési programunkat. Technikai eszközök jelentős részét már megvásároltuk, vagy szerződést kötöttünk rá, tehát azt lehet mondani, hogy jó ütemben haladtunk. Ennél található a hadipar fejlesztése is. A hadipar fejlesztése területén is hatalmas előrelépéseket tettünk, és meggyőződésem, ha így haladunk, az nagy mértékben fogja segíteni, támogatni a Magyar Honvédség erősítő képességtételét, és nagyon nagy mértékben fogja támogatni az ország gazdaságpolitikáját. A konferencián jelen volt többek között Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, valamint a Vitéz-Vattai Antal területvédelmi ezred képviselői.